Elkezdődtek az edzések, kemény alapozás folyik jelenleg a Tolnai megyeszékhely NB1-es női kosárlabda csapatánál, hangzott el a KSC Szekszárd szezonnyitó sajtótájékoztatóján. Nehéz szezonra készül a csapat mind szakmai, mind anyagi értelemben. A koronavírus miatt ugyanis elképzelhető, hogy zárt kapus meccseket tartanak majd, ami miatt így a jegybevételek kiesése nagyjából 5 millió forint mínuszt okoz majd a KSC-nek. Ráadásul az ilyen Szekszárd frakció vezette önkormányzat egyelőre azt a pénzt sem biztosította az együttesnek, amit eddig minden évben megkaptak. A város támogatása még nem érkezett meg a klubhoz, ugye évek óta kaptunk 40 millió forintot egy szezonra, ezt egyébként az idei szezonra is megszavazta a közgyűlés, ezt követően ugye a koronavírus veszélyhelyzet miatt nem került kifizetésre, és azóta pedig igazából szóba sem került a közgyűlésen. A szekszárdi csapatnál 9. szezonját kezdő Teodoreán Alexandra bízik abban, hogy el tud kezdődni a magyar bajnokság, és be is tud majd fejeződni, nem fog közbeszólni a járvány. Abban reménykedek nagyon, hogy nem kell belekóstolnunk abba a helyzetbe, hogy zárt kapus meccsek lesznek itt a bajnokságban, úgyhogy ugye az köztudott, hogy nálunk a szurkolók azok tényleg egy 6. ember a pályán, aki tényleg a jóban, meg a rosszban ugyanúgy mellettünk állnak. Én nem is tudok elképzelni, sem belegondolni, hogy milyen érzés lenne egy üres csarnokban kosárlabdázni. A csapat készül a 2020-2021. Évi Európa kupára is. Sok a bizonytalanság a koronavírus járvány miatt, több tervvel is készülünk, és igyekszünk rugalmasan reagálni a nem várt helyzetekre. A csapat viszont remek formában van, fogalmazott Gyokics Zsajkó vezetőedző. A szakember kihangsúlyozta, továbbra is az a távlati céljuk, hogy egyszer az Európa kupát megnyerjék. A jelenlegi bizonytalan helyzetben nehezíti a felkészülésüket, hogy egyelőre nem tudni, a külföldi csapatok milyen összetételűek lesznek. Erős csoport kaptunk, cél, hogy legyünk legjobb kettő között, hogy tudunk menni tovább, és Európa kupa mindig olyan, minden plusz meccs, ez a plusz ajándék, mert plusz lehetőséget tapasztalatok szerezni. A szekszárdiak az Európa kupa A csoportjában a Győrrel, továbbá egy török és egy ukrán csapattal találkoznak legközelebb.